A kisvárdai női kézilabda csapat 1999-ben búcsúzott az élvonaltól, így a szurkolók 17 év szünet után láthatnak ismét NB1-es meccseket a városban. A keddi szurkolói ankéton is sokan voltak kíváncsiak a játékosokra, akik közül jó néhányan először húzzák majd magukra bajnoki meccsen a kisvárdai mezt. Mátéfi Eszter szakmai igazgatója elmondta, bizakodva várja a szezont, ugyanis a nyelvi nehézségek ellenére a pályán és az öltözőben is egyre inkább csapattal érik a társaság. Úgy látom, hogy Kovács Péter jó munkát végez segítőjével, Déményi Jánossal, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy egy minél jobb védekezést rakjanak össze így elsőre, mert hogy ez az alapja a jó eredménynek. Azon belül a közösség, én úgy látom, hogy a közösségen belül jó a hangulat, attól függetlenül, hogy sok nyelvet beszélnek a lányok, azért a magyar és az angol az, ami közös nyelvnek mondható. Igyekszünk közös programokat szervezni, pontosan azért, hogy minél jobban összekovácsolódjanak, és a pályán is minél jobban megértsék egymást. Kovács Péter vezetőedző arról beszélt, hogy a mögöttük lévő 82 edzés és 15 felkészülési mérkőzés alapján abszolút elégedett a játékosokkal. Nagyon becsületesen, nagyon jól dolgoztak a lányok, és a nagyon komoly orvosi vizsgát is ezt támasztotta alá, tehát a csapat, hogy úgy mondjam, fizikálisan készen van, kész a bajnokságra, persze abban még senki nem szerzett nagyobb dicsőséget, hogy csak fizikálisan volt készen. Taktikailag, technikailag is elég sokat próbáltunk gyakorolni, de ez nem azt jelenti, hogy most, hogy elkezdjük a bajnokságot, befejeztük a felkészülést, az egész évig tartani fog. Tehát én úgy gondolom, hogy egész éve fejlődni fog a csapat, mint taktikailag, mint a kézilabdázás egyéb szegmenseibe is. A csapat legnevesebb játékosa a brazil világbajnok Samira Roa, aki az olimpia után csatlakozott a kerethez. A szélső is optimistán várja a rajtot. Ez egy fiatal, nagyon motivált csapat, egy szintén motivált edzővel. Nagyon sokat dolgozunk, ezért bízom a jó bajnoki szereplésben. A Kisvárda pénteken 18 órai kezdett el a bajnoki címvédő Győr ellen lép pályára a felújított városi sportcsarnokban. A mérkőzésre már minden jegy elkelt, így 1000 néző szurkolhat majd a csapatnak. A Költségtelevízió nézői szombaton 21:05-től láthatják a találkozót.